A Szekszári Szakképzési Centrum vendéglátó szakképző iskola pultjánál állunk. Nagy Imre iskolai igazgatótól kérdezem, hogy milyen képzési formákkal várják a diákokat. Jó napot kívánok! Először is a vendéglátás turizmus iránt érdeklődő tanulókat várjuk szeretettel iskolánkban. Újdonság az iskolánkban a turizmus, turisztikai technikus. Ebben a képzési formában kettő osztályt is szeretnénk indítani. Az egyik az egy normál 5 éves technikumi képzés, a másik pedig egy szintén egy technikumi képzés 5 éves, de ezt megelőzi egy nyelvi előképző osztály, előkészítő osztály, amit angol nyelven szeretnénk majd végeztetni a tanulóinkkal, és ezzel az a szándékunk, hogy ebben a turizmus, turisztikai technikus szakmában a kimenetnél számítani fog majd a nyelvvizsga, és ezzel is szeretnénk segíteni a tanulóinkat a nyelvvizsga megszerzéséhez. Aztán még technikumban indítunk 3 teljesen megújult szakmát a vendéglátás területén. Erre a megújításra azért volt szükség, mert a vendéglátó helyek, vendéglátó egységek, tehát a kimenetnél nagyon fontos az, hogy modern tudásra rendelkezzenek a tanulóink, hogy megfeleljenek a 21. század követelményeinek, tehát egy 5 csillagos szállodában megállják a helyüket, vagy egy ennek megfelelő rangú étteremben mondjuk. Ezért megújítottunk országos szinten megújult 3 szakma. Az egyik az a vendégtéri szaktechnikus, a másik a cukrász szaktechnikus, a harmadik pedig a szakács szaktechnikus. Az első 2 évben egyébként általános képzésben részesülnek a tanulók, tehát tulajdonképpen ott még mindig választhatnak, hogy melyik irányba mozdulnak aztán tovább, tehát mindennel megismerkednek, minden területtel megismerkednek egy kicsit, és akkor nagyobb rálátásuk van arra a diáknak is, kollégának is, hogy a tanulónak éppen melyik áll közelebb az egyéniségéhez, tehetségéhez. Továbbá 3 szakképző osztályt is szeretnénk indítani, ezek a hagyományos szakmák nálunk, a pincér, szakács, cukrász, ezek 3 éves képzések, igaz, most már a pincért úgy hívják, hogy pincér, vendégtéri szakember, ezek szokásos 3 éves képzések, és itt még lehetősége van a tanulónak arra, hogy esti képzésben érettségit szerezzen 2 év alatt, tehát tulajdonképpen a továbbtanulás neki sem lezárt ezzel a 3 éves tanulással. És akkor a nyílt napokról beszélünk, hogy mikor lesznek, és hogy mit fog történni. A nyílt napunk az december 7-én lesz, hasonló tematikával, és lesz egy ráadás nyílt napunk, ez január 10-én, ami szintén vezetői tájékoztatóval kezdődik, de itt a tanórákra mehetnek be, és válogathatnak a tanórák között, és leülhetnek, megnézhetik, hogy milyen nálunk egy képzés, akár legyen az elmélet, vagy gyakorlati óra. Tehát azt hiszem, hogy így lesz teljes a kép az iskoláról.